Akár hiszitek, akár nem, én tudom, hogy mi jár a fejetekben. Mikor lesz már vége a télnek? Mikor lesz már tavasz? Mi a kömet lehet ilyenkor csinálni a növényházban? Ébresztő! Hát, ha meghallották. Már nektek is bizsereg a kertész nadrág? Be van olajozva a metsző holló? Kiolt már az esővíz? Azt gondoltam, csinálok valami kis videót arról, hogy mit lehet ilyenkor csinálni tavasszal a növények körül, mert gondolom már mindenki türelmetlen, úgyhogy ez most erről fog szólni, de előtte egy kis chill. Sziasztok! Itt vagyok az Alföld legnagyobb tavánál, ami nem egy igazi természetes tó, hanem egy mesterségesen kialakított létesítmény, mert hogy létesítményként üzemel. Ez a Tisza tó, ami éppen tavaly volt 50 éves, és a kiskörei víztározó területéről van szó. Az erőmű létrehozásával duzzasztották fel a Tisza területét egy 127 négyzetkilométeres nagy tórendszerré. Igaz, hogy a nagy részén keresztül folyik az élő Tisza, viszont a állóvíznek számít az egész. Most február első hétvégéje van, megjött a jó idő, verőfényes napsütés, van vagy 8-10 fok, viszont a hátam mögött látszik, hogy a víz az még be van fagyva. Hogy kapcsolódik ez a rovarfogó növényekhez? Hát ugye nem minden a hőmérséklet emelkedése, meg hogy megjön egy kis melegfront és jó idő van. A növényeknek ez csak egy faktor a több faktorból, hogy beinduljanak. Úgyhogy sokan ilyenkor már hozzákezdenek a kerti munkákhoz, majd mindjárt indulnak a növények, mert 10 fok van, de lehet, hogy jövő héten megint mínusz fok jön, vagy majd márciusban megint bejön a hó. Úgyhogy ez nem ilyen egyszerű. A legfontosabb a növények szempontjából az a napos órák száma. Biztos tudjátok, hogy egy évben 2 napforduló van, van a téli és a nyári. A téli napforduló az december 20-23 között szokott lenni, attól függ, melyik napra esik. Ez az év leghosszabb éjszakája és legrövidebb nappala, amilyen 6-7 óra nappali órát jelent. Nyáron pedig ugye a legrövidebb éjszaka az a Szent Iván éj, ez június-július között van valahol. Ugye addig
most nyúlnak a nappalok, utána meg már rövidülnek. Úgyhogy a nappali órák számának a növekedését is érzékelik a növények, úgyhogy nem csak a hőmérséklet emelkedésére indulnak be, hanem a napos órák számának növekedésére is. El kell érni egy bizonyos óra számot a nappalnak, hogy a növények beinduljanak. Úgyhogy hiába van meleg, a növények még alszanak, mert nincs annyi napos óra. Egyébként itt a Tiszatóban is élnek rovarfogó növények. Nem az élő Tisza mentén, ahol nagy a sodrás, hanem a csendesebb, nyugodtabb vizeken. Ugye itt rendszék élnek, akvatikus rendszék, itt a mérsékeltőben csak ilyennel találkozhatunk. Szerintem itt csak a közönséges rendszer él. Vannak itt a tó területén ilyen belső, nyugodtabb virózsás tavak, ahova túraösvények is vezetnek be. Viszont itt én most a Sarudi öbölben vagyok, itt is teljesen nyugodt a víz, itt sem folyik az élő Tisza, úgyhogy most a szabad strandra jöttem ki, és találtam ilyen érdekességeket. Nem tudom, mennyire fogjátok látni. Ez a sulyomnak a termése. Ugye a sulyom az jellegzetes tiszatavi növény, legalábbis most már ételeket, ilyen csokikat is gyártanak magából a terméséből. Amikor még ilyen nyers, kicsit éretlen a termés, ugyanolyan íze van, vagy hasonló íze van, mint egyébként a szelíd gesztenyének, és használják gasztronómiába is. Na most a szabad strandon egy ilyen jó kis hegyes szúrós cuccra rálépni, az nem egy nagy élmény, és itt azért terítve van vele. Ezzel a növényel egyébként küzdenek is a Tiszató területén, szokták írtani, mert eléggé lefedi a víz felszínt. Ugye télen visszahúzódik ugye a meder alá, ugyanúgy, mint a rendszék, aztán tavasszal pedig leveleket fejleszt, ezekbe a gubacsóba, meg a szárába levegő buborékok vannak, és így felemelkedik majd a víz felszínre, és annyira be tudja fedni a víznek a felszínét, hogy megakadályozza a csónakkal való közlekedést is. Egyébként itt elég húzatos mindig, ugye a nagy vízfelület fölött mindig fúj a szél, úgyhogy lehet, hogy a mikrofonba is picit belehallatszik, remélem nem lesz nagyon zavaró. Itt vagyok már Poroszlón a kikötőben, és amit látjátok a hátam mögött, ez a belső kikötő is be van még fagyva, úgyhogy még nem indulnak a növények. Nyilván a rendszék is még alszanak valahol a mederbe, telelőrügybe beállva. Nem kell idegeskedni, nem kell kapkodni, ráértek még a növényeket nézegetni, hogy mikor kezdenek hajtani, vagy esetleg mikor hozzák a kült virágok a virágszárat. A kikötő másik része az nyíltabb víz, mint a belső kikötő. Itt már ki van óvva minden, vadkacsák, ami kell. A háttérben nem tudom mennyire látszik, az ott az új kerékpáros híd, ez a szép éves kialakítású híd. Akinek van kedve, az nyáron körbe tekerheti a Tiszatavat. A gáton végig körbe lehet menni, és szerintem nagyon szép hangulatos.
És ha már itt vagyok Poroszlón, nem lehet kihagyni a Tiszatavi Ökocentrumot, ami a Tiszatónak a biodiverzitását mutatja meg. Óriás akváriumokkal, kiállításokkal, valamint túra. Elmegy az autó. Óriás akváriumok, tanösvény, minden ami kell, egy napos családi hétvége, amit el lehet itt tölteni. Én még nem voltam, de a web oldalukon, ha megnézitek, milyen igényesen van kialakítva, az tök jó lesz. Magát az épületet egyébként Makovec Imre tervezte, a legnagyobb magyar organikus építész volt, ez a munkája és őt dicséri. Úgyhogy a Tiszatavi kerékpár költúrában ez az állomás is benne van, hogyha erre jártok, ne hagyjátok ki. Bicikli nélkül is bátorkodtam feljönni a hídra, nem nagy forgalomban nyilván, viszont a szél az emberes, és ugye így néz ki közelről. Itt vannak ugye a másik sávban az autók, és akkor mutatom, hogy biciklizés közben mit lehet látni. Ugye, visszatúlnak a Poroszlói medencét, és ez a híd a választóvonal egyébként a másik oldali nemzeti park által védett területhez. És oda például be se lehet menni robbanó motoros csónak motorral, csak elektromossal. Ugye az madár ezzel látom is, ha jól tudom. Úgyhogy ez a biciklútonak. Egyébként ez a kerékpárkör olyan 65 kilométeres, egy nap alatt simán meg lehet csinálni. Látszik, hogy ott is vannak ilyen videózók, szelfizők. Elég felkapott turista hely lett egyébként az utóbbi időben maga a Tiszató. Egyébként ez a híd eléggé forgalmas. Mint látjátok, itt kerékpár, személygépjármű, vonat, minden jár. És akkor megpróbálom lemenni itt a partra, a másik oldalon. Ez itt a Tiszató védett része. Itt is még a nádas mellett jég van. Egyébként pár szót még a Tiszatóról, aki szép képeket és filmrészleteket szeretne látni, az nyugodtan nézze meg Dimitri Jasuknak a csatornáját. Netflixen látható hát, mozifilmje a Jó Reménység sziget címmel fut. Van még egy másik videója is, a Tisza nevében címmel, megtaláljátok a YouTube-on. Ez egyébként a Tisza és a Tiszatónak a szennyezettségét mutatja meg, valamint bemutatja, hogy honnan is ered maga a Tisza folyó. Thank you.
még egy fagyos helyet találtam nektek, ahol még fúra be van fagyva, ez a csatorna. Úgyhogy még nincs itt a tavasz. Egy kis munka miatt átjöttem egy másik helyre, és itt éppen az út mellett van egy ilyen pici csatorna. Ez is a Tiszának a vízgyűjtő rendszerébe tartozik, és amint látszik, be van fagyva. Amint látjuk, nincs még tavasz. A növények se éreznek tavaszt, viszont pár dolgot már megcsináltunk a növényházban, úgyhogy megyek haza, és benézünk a jó öreg növényházba. A Nostradamus jóslata szerint az idén, a második fél évben már másik helyen is egy új növényházban lesznek a növényeim, remélem beválik a jóslata. A vízparton eléggé szétfújta a fejemet a szél, de most már bent vagyunk a régi, öreg növényházban, ami az idén már meg fog szűnni, és egy másik helyen egy új fog épülni, úgyhogy a növények már türelmetlenül várják ezt a változást. De addig még itt szépen pihennek, amint látjátok, a kürtvirágok egy része, egy nagy része leszárította már a csapdáit. A Vénusz légcsapók szépen telelnek, majd közelebbről is meg fogom őket mutatni. A hirtelen nőtt jó időben milyen dolgokat csináltunk itt a növényházban. Egyrészt ugye pakolázgathatunk, takarítgathatunk, a felesleges ősszel összegyűlt dolgokat kivéhetjük, valamint a növényekkel is kezdhetünk már egy picit foglalkozni. A télálló harmadfüveknek nem sok törődés kell még ilyenkor, vissza vannak húzódva telelőrügybe, és várják, hogy mikor tudnak majd kihajtani, ez is egyrészt egyébként a napos órák számának a megfelelő mennyisége fogja meghatározni. Az elszáradt leveleket ilyenkor már leszedhetjük, nagyon óvatosan. A például Drosera filiformisnak elég hosszú levelei vannak, és erős a virágszára. Majd megmutatom, hogy hogy kell azt is szépen leszedni. Ugye a filiformis, mikor beáll telelőrügybe, akkor már gyökere nem igazán van, maximum egy szál ilyen fél, vagy maximum egy centis, ezért nem is kell neki annyi nedvesség egyébként, már télen. És nagyon óvatosan kell most bánni, mert szinte nem is kapaszkodik ez a kis gumó a talajba. A Vénusz légcsapókról levagdalhatjuk egyébként a lefeketedett, elszáradt tavalyi leveleket. Ezzel semmi gondot nem okozunk, meggátoljuk esetleg ezeknek a bepenészedését, úgyhogy csak jót teszünk vele. Ami kicsit nagyobb munka, az a kürtvirágok fodrászolása. Miért is van erre szükség, vagy miért ajánlott? Egyrészt ugye a tavalyi csapdákban összegyűlt rovarmaradványok esetleg bepenészedhetnek, rossz szagúak lehetnek. Ilyenkor már nem működnek a csapdák, azt teszünk velük, amit akarunk. Úgyhogy ez a fodrászolás egyébként más okból lényeges, ugyanis már említettem a videó első részébe, hogy a napos órák száma indítja be a növényeket, és mire megindulnának az új hajtások, jobb, hogyha egy úgymond tiszta vagy egy világosabb környezetben indulnak meg, és a régi csapdák, a régi levelek nem fogják őket beárnyékolni. Egyébként ez csak nekünk embereknek ilyen fontos dolog, a szabad természetben, az eredeti élőhelyükön senki nem távolítja el ezeket a régi csapdákat. Szépen egy nagy kupacban mindig a növényre rá komposztálódik egyébként a régi csapda. Ezzel tápanyaggal is látja el a növényt valamilyen szinten. Úgyhogy ez végül is ilyen esztétikai, meg növényházi dolog, hogy szeretjük tisztán tartani a növényeket, nehogy valami fertőzést elindítsunk, vagy esetleg megtalálják az állatok ezeket a finom falatokat, például az egerek, a sűn, vagy esetleg valamilyen madárfaj. Mert ha megtalálják, akkor egy idő után vissza is fognak járni, és akár kárt is tehetnek az egész állományban. A tavaszi munkáknál az egyik legnagyobb segítségünk egy jó minőségű metszőolló, ami kellően éles, és hosszú távon is könnyű vele dolgozni. Ilyen nagyon olcsó dolgot ne vegyünk egyébként a gazdaboltba. Mondjuk én vettem egy ilyen több ezer forintos japánt, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Hogy miért fontos ez? Ugye amikor levágjuk a leveleket, a vágás helyén egy roncsolt seb keletkezik, és az nem mindegy, hogy milyen minőségű.
ugyanis a tiszta, éles, vágott felület az kevésbé ad lehetőséget például a gombabetegségeknek a megjelenésére, és ezért is kell erre figyelnünk. Nyilván a tavaszi átültetés az már egy macerásabb és időigényesebb feladat, viszont fel tudjuk gyorsítani azzal, hogyha már előre levágjuk a növények levelét, így már csak a rizómával kell kínlódni, a levelekkel nem igazán. De főleg igaz ez a nagyobb méretű kürtvirágokra, ugye itt ez a virágszár volt, ugye itt látható egyébként a múlt évi leveleknek a nyírása, hogy mennyi csonkot hagytam. Ezek szépen el fognak száradni, egyébként idővel le is vehetők a növénynek a száráról, de nagyon nem kell erőltetni, egyébként el fogja engedni ezeket a dolgokat. És ugye a rizóma az folyton nő, úgyhogy úgy kell ültetnünk a cserébe majd, hogy legyen helye növekedni. Ugye ezt is körülbelül középre ültettem, és már kint van a cserép sarkába. És képes egyébként szét is nyomni a cserepet. De most ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, hogy hogy is kell nyírni a kürtvirágot. Itt van a kürtvirágunk. Amint látjuk, hogy a másfél 2 centis csonkokat kell hagyni. Ilyenkor, amikor még nem jelennek meg az új. Ilyenkor, amikor még nem jelennek meg az új levelek, ilyenkor bátran vághatjuk. Arra kell vigyázni, hogy a rizómának a csúcsát le ne vágjuk, hogy meg ne sértsük. És akkor szépen így körbe haladunk a rizómán. Úgy szoktam, hogy összefogok pár levelet és úgy vágom le. És ilyen szép tiszta rizómát kapunk, ugye itt a csúcsa, ami majd fog hajtani. Szerintem itt majd virág is lesz az idén, holott még nem látszik. Ezt már el kell ültetni tavasszal, ahogy látjátok, már eldeformálta egy picit a cserepet. Ez egyébként ez a Flavavar cuprea változat. Ez egy kisebb habitusú változat, ez a Rubra Jonesi változat. Itt látszik, hogy több tő van, ugye ez hajlamos jobban az osztódása. Itt is azt szoktam csinálni, hogy megfogom szépen össze a leveleket, és elvágom egy bizonyos magasságban. Ilyenkor még nem félek attól, hogy belevágok a rizómába. Majd átültetésnél egyébként ezeket a régi elszáradt rizómákat szépen le lehet szedni. És akkor ki lehet tisztítani magát a rizómát. Ezek nem fognak már berohadni, bepenészedni, hogyha átültetésnél leszedjük. Ja, itt vannak a purpurea változatok. Az látszik, hogy ez már lehet, hogy idén hozta, úgyhogy óvatosan kell egyébként levagdalni, ezt már így csak egyenként fogom levágni szépen. A purpurea a leghidegtűrőbb kürtvirág faj. Nézem is, hogy mit csinálok. Szépen óvatosan ki lehet vagdalni ezeket a dolgokat, tehát ez lehet, hogy éppen megfagyott egy picit, de ez benne van egyébként a pakliban. És így letisztítottuk, így már a rizóma tud hajtani szépen. Egyébként, ezt megnézitek, ez a maron változat. Yeah. Hozok még egyet. Ez a Atropurpurea. Ez is egy fláva változat. Itt is ugyanaz a metodika, ugye itt sincsenek még új hajtások, ez mind régi, őszi, és akkor fogjuk, és egyszerűen csak így végigvágjuk. Az egészet, ez is átültetésre fog kerülni, látszik, hogy már nyomja szét ez is a cserepét, elég életerős tő,
le fog kerülni róla ez a moha. Látjátok, milyen vastag párnát képes alkotni a tőzek tetején, és ez felülről lezárja, nem engedi, hogy szellőzzön a talaj. Úgyhogy ezért is érdemes átültetni, akár 2-3 évente, de valaki évente is átülteti, mert ugye ez a moha mindig megterem, ezzel nem tudunk mit csinálni itt a növényházakban, ugye a spóráját fújja a szél. A következő versenyző az a Filiformis rosera. Ilyen szép kis gombócokba áll le. Egyébként ezt úgy szoktam, hogy gyújjal megtartom a gombócokat, és szépen leszedegetem a leveleket. Mint mondtam, ilyen nem igazán van gyökere, és nem igazán kapaszkodik a talajba. És amiket le lehet szedni, így leszedek. Kitisztul. A virágszár az sokkal jobban kapaszkodik. Ezt úgy szoktam, hogy egy kicsit megcsavarom. És akkor szépen el fogja engedni magát. Valamelyik ilyen nagyon erős, az lehet, hogy csak máshol szakad el, de ilyen szép tisztára le lehet tisztítani. Ugye a Filiformis hajlamos a osztódásra. Az átültetésnél ezeket a gombócokat szétiszedhetjük több külön darabra, és akkor annyival több növényünk lesz. Nyilván magvetéssel is lehet szaporítani, mert elég sok magot termel, könnyen kelnek a magok. Nem elég száraz. Na, de legalább sokkal tisztább lett az egész. Szép tiszta. A Vénusz légcsapokkal nem sok gondunk van. Ezeket még ráérünk kitisztítani. Van egy-kettő, amelyik nemrég lett szétültetve, azokat egyébként, hogyha a régi csapdákat egy picit meghúzzuk, azok alapból le tudnak jönni. De amelyeknek még a töve eleven, ugye az csak el fog szakadni egy bizonyos helyen. Így. Kész. És van egy másik változat. Ezekből is, hogyha megfogjuk a növény tövét, akkor ki fognak jönni a ebben volt egy mólylepke. Ezeket szépen óvatosan ki lehet szedni. Nem baj, ha hozzányúlunk a növénynek a csapdáihoz, ilyenkor úgyse olyan érzékenyek. És amilyen nagy csapda, ezt le is vághatjuk egyébként. Ennek a fejét is levágjuk, mert volt benne valami. Hát, nem tudom, vagy egy fülbemászó, vagy valami, most akkor ezt a másikat is megnézzük. Itt is ott van benne a maradék rovar. Ja. Úgyhogy ezt is, hát még ezt az egy levelet innen levágom, majd a csapdát. Hogy kész. Ilyen egyszerű munkákról van szó, ilyenkor még a növényházban, viszont ez az egyszerű munka is sok, hogyha sok növényed van, úgyhogy nagyon sok munkát kívánok mindenkinek, majd még jelentkezem az átültetési időszakban is. Mindjárt a hátam mögül előjön a Yeti, Éljen a tavasz!
egy hónap múlva.